Angela Merkel versus Vladimir Putin. Degradáló, hogy egy gyönge senkivel kell szembeszállnom. Judo mozdulatokkal terítelek le medve háton. Erősebb vagyok nálad, nincs értelme, hogy próbálkozz. Vegyük csak a német sörödet az orosz vodkámhoz. Még ha meg is engednék, talán az ukrán törvények a németeknek nem adok gáz, csak sírókat ölnének. Nem támogatom, de azért nem vagyok ellenese. Az országom a presztízse, a tiéd 50-szerese. Szukka, nincs értelme, hogy a választ megkerüljed. Hol akarsz elszállásolni 400 000 menekültet? És az nem válasz, hogy azért lökted az országot félre, mert könyörögsz, hogy valaki megerőszakoljon végre. Mintha ez is egy újabb világháború lenne, az oroszok lealázzák a németeket benne. Csak egy félre sikerült rusnya Robin Hood vagy, aki a németektől elvesz és a görögöknek ad. Kinek kell egy olyan vezér, ki a népét rabigába fogva az országát lassacskán mindaddig taszigálja, míg nem azt a morális csőt posványába vontatja. Amikor Putyin bácsinak van királyi programja. Az egyik leggyengébb erős embert hallhattuk itt most, aki oroszhoz képest nélkülözi a realizmust. Mert rosszul látod ezt itt, én nem kímélek senkit, és sírni fogsz mint egy brit, mikor kimondják, hogy Brexit. Ha te adnál otthont a sok rászoruló hontalannak, akkor inkább úgy döntenének, hogy köznem ott maradnak. Ráncsuk le a leplet minél hamarabb a titokról, hogy az országot hogy lett egy nyomasztó rész a Black Mirrorból. Mondjuk nem nehéz választást nyerni minden bizonnyal, úgy ahogy te nyílt szavazással és kalasnyikovval egy diktatórikus államban. Mármint a legtöbb orosz állampolgár visszasírja Sztálint. De te vagy az új acélember. Ember? A nyugdíjas Superman. Men? Aki az euró sokszorosát költi el. Rubelben. Amúgy nincs már idített a marha. Hitler. A csiripelik, hogy arra. Twitter. Ez nem meglepetés sajnos. Kinder. A szívem inkább usz balra. Tinder. Szívesen kitiltanál minden muszlimot örökre. De Erdogannal brotyizva igényt tartasz párt örökre. Egy normális ember tudod mit csinálna a helyedben. Könyörögne zokniért, hogy szabad manó lehessen. Elég! Mind a kettő fogja be a száját. Nem kéne, hogy egy centit sírassa a hazáját. Könnyes lesz a szemem, ha felcsendül ez a duma, mert ketté vágjátok az országomat, mint a Duna. Megalapítottam réges-régen egy szép államot, de mára az emberek marják egymást, mint az állatok. Nyugati, keleti nyitás és mindegyre vadabbak. Megtagadom ezt, bár eddig nyugat-kelet maradja. Putyin, te zsarnokoskodó fasiszta rohadék, a szélsőjobbos pofádnak csupán egy dolgot mondanék. Tudom, hogy bárki is a miniszterelnök erre, folyton bele van szorulva a seggedbe a nyelve. És te 20-rangú szekta vezér Merkel, szeretném, ha elárulnád nekem azt, hogy miért kell az Unióban, ahol így is minden szétszpész hiszi, a lebutított eszmét, de túltolja PC-t. Kellene egy összhang, egy centrista világkép, ahol minden észszerű, a közélet meg kiváltkép. Mondhassam el végre őszintén, hogy magyar vagyok, úgy, hogy a szemem könny helyett büszkeségtől ragyog. Ki nyert? Ki következik? Te döntesz!